pedig Morvai Krisztina. Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ahogyan tehát már említettem az előbb, ön végül nem tarthatott meg egy rendhagyó történelemórát Pécsen a Gandhi gimnáziumban. Mi történt pontosan? Körülbelül egy hónappal ezelőtt meghirdettem egy országjárást a cigány-magyar együttélés témakörében. Nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, közösségek, települések, baráti körök, és most már 27 településsel jártam. Nagyon-nagyon sokat tanultam, tapasztaltam, és erre a felhívásra jelentkezett a Pécsi Gandhi Gimnázium is, aminek nagyon örültem, már csak azért is, mert magam is ugye egyetemi oktatóként elég sokat foglalkoztam fiatalokkal, és nagyon szerettem volna beszélgetni az ottani diákokkal. Nagyon kedvesen fogadtak, igazgatónő és a tantestület, meg volt a kis programunk, hogy 10-től 11-ig egymással beszélgetünk. A tantestület a tapasztalatokról, utána 11-től 12-ig egy órát tartók a diákoknak, ami azt jelentette volna, hogy beszélgetünk, és utána pedig egy munkaebédre került volna sor. De hát sajnos egy fél óra elteltével már látszott, hogy valami nagyon nagy feszültség van, mert folyamatosan jött be a titkárnő rémülten, hogy igazgatónőt nagyon fontos emberek, nagyon fontos ügyben keresik, és most azonnal ki kell mennie. Hát ezt először ugye udvariasan elhárította, hogy hát képviselőasszonnyal beszélgetünk. Hát aztán mégis kénytelen volt a telefonokra válaszolni, visszajött, és nagyon szomorúan mondta, hogy hát Krisztina, bocsánat, de nem tarthatja meg az órát, ahogy terveztük, és nem maradhat itt magának, most itt el kell menni. Hát, hogy befolyásos emberek odaszóltak, és úgy gondolták, hogy nem helyes dolog, hogy én ott vagyok. Hát most már azért a 27 település megjárása után, és sok-sok cigány emberrel való beszélgetés után, hát pontosan tudom, hogy nem attól féltek, amit én akarok mondani, hanem attól, amit a hallgatók mondtak volna nekem, hiszen a cigányság álképviselői valami egészen másféle képet sugallnak, mint ami a cigányság valódi mondani valója, és hát őket folyamatosan megakadályozzák abban, hogy a saját tapasztalataikat vagy vágyaikat megosszák a külvilággal. Ugye itt a legnagyobb probléma az, hogy van egy olyan gazdasági és politikai elit, aminek alapvető érdeke, hogy a cigányság és a magyarság egymás támadásával legyen elfoglalva. Hogy lehet ez valakinek az érdeke, hogy ezért mindenki elmondja, cigányok, magyarok egyaránt, hogy a rendszerváltásig nagyjából békességben éltünk, generációkon átéltek itt a településen cigány családok, 6-7 busz indult a kis falunkból reggelente a gyárba, az üzembe, itt volt a TSZ, volt munkalehetőség, békességben normálisan megfértünk egymással. De most éppen ezen dolgozik a kormány, ugye az új roma stratégiában. Hát csak nem nagyon kérdezték meg a cigányokat, hogy milyen is legyen ez a roma stratégia. Azt mondják, hogy ezt egy társadalmi vita előzte meg ennek a kidolgozása. Igen, ez is ugye az álképviselet, ugye ez egy polgári jogi fogalom is, a jó hiszemű vagy rossz hiszemű álképviselet. Hát az is volt alkalmam megtapasztalni, hogy az a vezetői réteg, amelyik ezeken a tárgyalásokon többnyire részt vesz, hát hogy úgy mondjam, elég erősen össze van épülve egyrészt a hivatalos politikával, másrészt pedig tisztelet a kivételnek, azzal az uzsorás társasággal, amelyik folyamatosan szipolyozza a cigányságot, és amelyiknek alapvető érdeke, hogy a cigányságnak a segélyfüggősége, a kiszolgáltatottsága fennmaradjon, hiszen, hogyha munkalehetőséget kap a cigányság, és valamiféle egzisztenciát tud teremteni, akkor nem lesz kiszolgáltatva azoknak az uzsorásoknak, akik mondjuk évekkel ezelőtt 50 ezer forintot adtak a kiszolgáltatott cigánycsaládnak, és most milliókat kell visszafizetni. Tehát az uzsorások ellen is azért erősebben fellépnek most. Hát nagyon helyes, ez is egy tapasztalata az országjárásnak, hogy egyrészt a cigányság mindennapjait milyen mértékben érinti ez az uzsora, másrészt pedig, hogy a rendőrség igazán nem csinál semmit ebben az ügyben, vagy legalábbis nagyon kevés valódi nyomozás folyik. Ugyanúgy sokkal hatékonyabban kellene a rendőrségnek fellépnie, mint ahogy a terménylopásokkal, a különböző garázda cselekményekkel, betörésekkel szemben, amiről ugye elsősorban a magyar lakosság panaszkodik, hogy minden terményemet ellopják, nem érdemes már gazdálkodnom, mert úgyis mások szedik le a terményeimet, elhagyott lakásokba beköltöznek, szétverik, az emberek nem tudnak elmenni a hozzátartozójukhoz 3-4 napra, mert közben a lakásukat olyan szinten fosztják le, hogy még a cserepet is elviszik, a nyilászárókat, és meg kell, hogy mondjam, hogy a cigányság tisztességes része is panaszkodik erről, hiszen hogy ne érintené őket. Na, ezt akartam kérdezni, hogy ön azért romákkal is beszélt. Abszolút, ezen az országjáró körúton. De akkor ők erre hogyan reflektálnak? Véget kell vetni annak a felfogásnak, és számomra ez egy nagyon fontos tanulság, hogy a cigányokról és a magyarokról beszélünk. Vannak
olyan nagyon tisztességes és a többségi társadalommal együttműködő cigányok, akiknek ugyanaz az érdekük, mint a magyaroknak, és vannak többnyire betelepített, tehát nem ezek a bizonyos generációk óta ott él, hanem betelepített bűnöző cigánycsaládok, akik tönkreteszik az életét a helyi magyaroknak és a helyi cigányoknak egyaránt. Most a magyarokat valami... egy kupacban hagyta, és csak a romákat szedtek ki. Hát igen, nagyon jól fogalmazott valaki, azt mondta, hogy vannak felemelkedő cigányemberek, és vannak lesüllyedő magyarok. Valóban tapasztalható az is, hogy ugye a nyomorúság, a munkanélküliség és hasonló okokból magyarok is, nagyon csúnya kifejezést fogok mondani, amit többen mondtak, elcigányosodnak, tehát ugyanolyan életformára rendezkednek. De ez most akkor megint egy általánosítás. Ez megint egy általánosítás. A tanulság ennek az országjárásnak, hogy nem szabad általánosítani, a tisztességes és munkára vágyó embereknek össze kell fogniuk, cigányoknak, magyaroknak, hogy ezt a végtelenül igazságtalan neoliberális rendszert leváltsuk, ahol a bankok és a multinacionális cégek gazdagodnak, és a tisztességes munkára vágyó emberek pedig egyre nagyobb szegénységben és egyre nagyobb nyomorúságban élnek. A feladat az, hogy egymással végre szót értsünk, tisztességes magyarok, tisztességes cigányok, hogy ezt az országot együtt valahogy egy igazságosabb és jobb helyét tegyük. De természetesen ez a jelenlegi politikai és gazdasági elitnek abszolút nem érdeke, ezért szítják a feszültséget, ezért nem lép fel a rendőrség például a bűnözéssel szemben, és ezért nem szólalhattam én meg a Gandhi gimnáziumban, és nem hallgattam meg azokat a cigány fiatalokat, akik biztos, hogy nagyon sok érdekes dolgot elmondtak volna, ugyanúgy, mint azok a fiatalok és idősebbek, akikkel beszélgettem, és beszélgetni fogok ennek az országjárásnak. Találkozott és beszélgetett olyan romákkal is, akiket ön most a bűnöző kategóriába rakott? Hát, hogy büntetőjogász vagyok, volt már módom az elmúlt 30 évben börtönökben is ilyen romákkal és nem romákkal találkozni, természetesen találkoztam már. És akkor mit tenne annak érdekében, hogy ők ne ilyenek legyenek, hanem jobban nem fel tudjanak zárkózni? Egységesen cigánybűnözésről beszélni, itt nagyon különböző bűncselekménytípusokról van szó. Vannak gazdag mafiózók, akik uzsorások, vannak olyanok, akik nőfuttatásból élnek, vannak, akik kábítószerkereskedelemből élnek. Ez a bűnözésnek egy egészen más típusa, mint az a fajta ténylegesen a szegénységgel összefüggő, de amúgy nagyon sok szegény cigány által is megvetett, amit ugye régen úgy neveztek, hogy megélhetési bűnözés, illetve hát nem is olyan régen, nagyon nagy baj volt ezt a fogalmat bevezetni, de tény, hogy nincsen jövedelme, nincsen munkája, van 3-4 gyereke, és elmegy mondjuk terményt lopni. Nagyon együtt tudok érezni azokkal, akiknek a terményeit fosztogatják, ugyanakkor azt is kell látni, hogy ez egy egészen másfajta bűnözési de típus, mint mondjuk az uzsora vagy a lányfuttatás. Hogyan kell ezzel fellépni? Munkát kell adni a cigányságnak, munkát kell adni hát a magyarságnak. Másfelől pedig a rendőrségnek föl kell venni a munkát, és el kell kezdeni ezeket az ügyeket felderíteni és nyomozni. Hát ugyanúgy, elkezdték ezt is az uzsora ügyeket elkezdték. Ennek egyelőre különösebb nyoma nem látszik. Én nagyon szeretném felvenni a kapcsolatot olyan rendőri vezetőkkel, akik partnerek lennének abban, hogy például módszertani útmutatást adni a településeknek arra, hogy hogy tudnak a település lakosai és adott esetben tisztességes vezetői bizonyítékokat gyűjteni és olyan helyzetet teremteni, hogy az uzsorásokat valóban leleplezhessék. Sok helyen a szándék is hiányzik, tehát van olyan, hogy tisztán tálalják a bizonyítékokat. Itt ugyanis nem elég az, hogy egy állítás, egy tagadás, meg vannak félemlítve a kiszolgáltatott emberek. Hát az uzsorás megfenyegeti, hogy elvágja a nyakát természetesen. Tehát nem fog beismerő vallomást, nem fog tanúvallomást tenni, mert reszket. Szükség van tárgyi bizonyítékokra, szükség van egyéb nyomozati cselekményekre, és a rendőrségnek folyamatosan a településekkel kapcsolatot kellene tartani, egy partneri viszonyt kellene kialakítani, hogy tudják azt, hogy milyen más eszközökkel lehet ezeket a cselekményeket bizonyítani. Találkoztam olyan helyi vezetővel, aki elmondta, hogy igen, megmondtam a rendőrségnek, hogy az uzsorásnak a kockás füzete, ahol számon tartja a kamatos pénzeket, a nem tudom, a harmadik fiókjában van a komódban, de mégsem ment ki a rendőrség, és nem foglalta le a kockás füzetet. Azt mondta, hogy hát ha nincsen terhelő vallomás a sértettek részéről, nem tudunk mit csinálni. Ez büntetőjogászként mondom, hogy egyszerűen nem igaz, ez egy hazugság, ugyanúgy, mint hogy a terménylopásokkal szemben is föl lehetne lépni, a betörésekkel, a garázacselekvényekkel szemben. Bűnözés kifejezésen veszem, a romák és nem romák is vannak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.